Minden idők legeredményesebb magyar olimpikonjai előtt tette tiszteletét az aranycsapat vezetője Kül Lajos és a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke Gedó György az Olimpia Parkban. A többszörös olimpiai bajnok ma már a Magyar Ökölvívó Szövetség szakfelügyelője, és célja az, hogy edzésein továbbadja tudását a mai generációnak is. Azok, akik oda járnak az ökölvívó edzésre, megtanulják az ökölvívó sportágnak a fortéjait, azok meg tudják menteni a jövő generációját is. A parkban felállított emlékmű az 1952-es Helsinki olimpia bajnokainak nevét őrzi, akik 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzéremmel tértek haza Magyarországra. Számomra szívügy ez a történet, és ezt nem értettem eddig, hogy miért kellett 70 évet várni arra, hogy valamilyen elismerést kapja az a társaság, akik minden idők legsikeresebb olimpiai delegáciának mondhatják magukat. Az olimpiai bajnok és a volt válogatott labdarúgó többek között Keleti Ágnes tornász, Benedek Gábor öttusázó és Gyenge Valéria úszó előtt tisztelegve helyeztek el virágot. Az 1952-es Helsinki olimpia világhírű magyar hősei emlékműnél.